A toklász, vagy más néven egérárpa, egy gaz, amivel az a baj, hogyha felmagzik, hogyha nem időben nyírják le, akkor felmagzik, és egy ilyen kalászos termése van. Ennek az egyik vége hegyes, és kis tüskék vannak rajta, és csak helyre felé tud menni. Át tudja szúrni a bőrt, és utána egy sipoljáratot képezve egyre mélyebbre és mélyebbre fog haladni. Nyilván meg fogja találni a maga útját. Új között nagyon gyakori, fülben nagyon gyakori, szemben nagyon gyakori, hogy belemegy, illetve még extrém helyeken is találunk, péniszben, húgyhólyagban, combban, egyéb helyeken bőr alatt, de azért a klasszik az az új között, fül, szem. Minden vizsgálatnál megnézzük a szemeket, szájat, fogakat, ő például fogköves, úgyhogy jövő héten jön fogkőreszedésre. Fülébe belekukkantunk. Nagyon sokszor találni olyat, hogy gazdi nem is tudja, hogy be van a kutyának gyulladva a füle, de mi már látjuk. A pocakodat mutasd. Mindig áttapintjuk a pocakjukat, ivarszerveket, lábakat. Nem érzünk-e valamilyen rendelleneset, illetve meghallgatjuk a szívüket és tüdejüket. Nagyon ügyi vagy. Egy perc alatt már a fül mélyében van, onnan már eszköz nélkül nem lehet kiszedni. Mi is egy speciális eszközt használunk, és azzal szedjük ki. Úgy otthon töredék esetekben le van esély kiszedni. Hogyha mi kiszedjük, megítélés kérdés, hogy kap-e antibiotikumot vagy nem. Általában egyébként, ha kiszedjük, akkor önmagától meg is oldódik már a probléma. Tehát az alfa és omega az egésznek, hogy ki kell szedni a toklászt. Időben fűnyírás, mielőtt felmagzik a toklász, az előtt le kell vágni a füvet. Nincs mese. Ha már fölmagzott és utána vágjuk le, akkor a földön a levágott toklász fog beérni, kalászba megy, és ugyanezt a problémát fogja okozni. Időben fűnyírás. Illetve nem szabad olyan helyen sétáltatni a kutyát, ahol ilyen toklászokat látunk. Itt az eltávolításkor két alapvető kérdés van, sikerül-e bódítás nélkül kiszednünk, vagy nem. Ha sikerül bódítás nélkül kiszedni, mert a kutya együttműködő és nem járt nagy fájdalommal, akkor ez egy pár perces beavatkozás. Ha bódítanunk kell, mert vagy nem együttműködő az állat, vagy nagyon fáj neki, akkor nyilván az egy hosszabb procedúra, negyed óra, fél óra, de utána fölébrednek szépen és mennek haza. Tehát ami nekünk nagyon nagy segítség, hogyha a gazdi észreveszi, hogy a kutyának az ujja között toklász szezonban kis pukli keretkezik, kis véres csomó esetleg váladékozik és sokat nyalogatja, akkor mielőbb állatorvost felkeresni, mert hogyha időben elkapjuk, akkor még akár bódítás nélkül is pár centire van a bőrtől az a toklász, de hogyha napok telnek el, az egyre mélyebbre, mélyebbre megy, akár a könyökig fel tud menni, vagy még mélyebbre. Onnan kiszedni már jóval nehezebb dolgunk van.